Megrendezésre került a Magyar Tenisz Jövője címmel, a Zömével karcagi fiatalokból álló fúzió hallgatói közösség debreceni csoportjának e havi eseménye. A részletekről Ökrös Dávidot, a Nexus közösség elnökét kérdeztük. A szervezők a színvonalas rendezvény előadói sorában köszöntötte dr. Lázár János országgyűlési képviselőt, a Magyar Tenisz Szövetség elnökét, Kósa Lajos országgyűlési képviselőt, a Magyarországos Korcsolya Szövetség elnökét és dr. Pap László Debrecen megyei jogú város polgármesterét, a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagját. A Magyar Tenisz Szövetségre rákoncentrálva szerveztünk egy újabb eseményt, a Magyar Tenisznek a Jövője címmel. Ennek a fő célja az volt, hogy a Magyar Tenisz Szövetség körül kialakult belső személyi és szervezeti átalakulások, mert ugye a jelentősen felmerő nagy költségvetési hiányok okán beszéljünk olyan fejleményekről, amelyek befolyásolni tudják a teniszszövetségről alkotott közvéleménynek az alakulását, illetve a magyar tenisz vidéki érintettségéről, hiszen az új elnöke, Lázár János elnök úr többször is hangsúlyozta, hogy a magyar tenisznek a jövőjét vidéken jelentős mértékben, főleg a megyei jogú városok, illetve nagyobb településeken kívánja nagyobb számban népszerűsíteni, és ennek apropóján szerveztük meg az akkori eseményt. Lázár János volt miniszter úr mellett része, még Kósa Lajos szintén volt miniszter, jelenleg jó országgyűlési képviselő, a Magyarországos Korcsolya Szövetség elnöke, illetve dr. Pap László, Debrecen megyei jogú város polgármestere, illetve a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja, és így velük hárman kezdtük meg magát a beszélgetést, moderátortársammal Rózsa Imrével, aki a Debrecen fúziónak a csoportelnöke, illetve szintén a Nexus Egyesületen belül alelnöki pozíciót tölt be. Magyar Tenisz Szövetség jövőbeli terveiről, de a sport és a kultúra kapcsolatáról, a tenisz társadalmi hasznosságáról és a szövetség vidéket erősítő programjáról is szó esett, tájékoztatta televíziónkat az elnök. A közösség a közeljövőben is tervez hasonló eseményeket, amelyeknek előreláthatólag a Dérini Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár ad majd otthont. Főleg a 2021 tavaszára, amikor már a pandémiás időszak is kicsit jobban lecseng, remélhetőleg, akkorra kívánunk nagyobb volumenű eseményeket szervezni Karcagra, de ennek már mind a személyi, mind az anyagi, mind pedig a tárgyi oldala rendelkezésre áll, úgyhogy jelenleg mi is türelmesen várunk és szervezzük a előtérben lévő eseményeket.